Ha tudnánk festeni, milyen szép körkép készülhetne erről a pünköst hétfői napról. Bemutatná például a Panoráma Világklub vezetésének bejövetelét Ópusztaszerre, vagy Szegedre a Szilágyi kertbe, előadók, díszbeöltözött fellépők színesítenék a festményt. Mi festeni nem tudunk, ezért helyette fogadják szeretettel összefoglaló kisfilmünket. Hagyomány már, hogy a Magyar Világtalálkozó alkalmából egy kis csoport a Világklubból délre veszi az irányt, és egy röpke időre megáll az ország közepén Ópusztaszeren. Dr. Tanka László, a Panoráma Világklub elnöke arról beszélt az országos médiának, hogy a klubtagoknak és a világ magyarságának Ópusztaszer évek óta egy zarándokhely, sőt szent hely a rendezvény idején. A konferenciateremben nívós műsor színesítette a programot, hallható volt a püspökladányi Törő Gábor népdalkör műsora Pörneki András szervezésében, Szóka Júlia énekművésztől a Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország című gyönyörű dal. És felcsendült Ópusztaszer himnusza a Szerencse Kunc párostól. Jó Géza szóvivő mikrofonja előtt bemutatkoztak a delegációval érkezett társklub elnökök, Afrikából Slimán Ahmed, Dél-Amerikából Gyurica Gábor, Észak-Amerikából Szatmári Friderika, Kárpátaljáról Máté János, Kurdisztánból dr. Pósz Munir, Szegedről Hegedűs Tünde festőművész és Pörneki András a Jász-Nagykun Szolnok megyei társklub elnöke. Az igen szép és tartalmas program után a feszti körkép látványa újra erősítette bennünk magyarságunkat. Thank you.
A magyar világtalálkozó jelszava határon túli összefogás. Ez érződött minden találkozáskor, beszélgetésből, Szegeden pedig még csak tovább erősödött bennünk ez az érzés, amikor a 80. évét taposó Szilágyi Árpádnál jártunk, abból az alkalomból, hogy a készülő fémázsás haranglábát megszentelje Kelemen atya. Az agilitásával ma is példamutató szegedi klubvezető, a Magyar Kultúra lovagja meghatóan beszélt a gyűjtésről és a készülő harang jelképéről, amely reméli mielőbb hirdeti majd a ház faláról a magyarság összefogását, a magyar népességét. A világklub vezetése és néhány szerencsés klubtag ezen a szép áldott napon, az ünnepség végén belemerülhetett a híres szegedi halászli élvezetébe, Barta András szakács, szobrászművész és Dobrotka Pál vendéglős könyvkiadó jóvoltából, miközben szépen szólt a citera Erdélyi József pengetésével. Egész úton hazafelé áldottuk a nevüket.